Nemzeti ünnepünk augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend Lovak keresztje kitüntetést vehette át dr. Áder János köztársasági elnöktől Pápai Mihály polgármester. Az oklevél tanúsága szerint a köztársasági elnök gyáváros fejlesztése és a helyi közösségi élet támogatása érdekében végzett innovatív település vezetői munkaelismeréseként adományozta a polgármester részére a kitüntetést. Azt gondolom, hogy talán egy 30 éves múltja van ennek a kitüntetésnek, hiszen a rendszerváltás idején Páncél Károly barátommal közösen alapítottuk meg itt gyálon a Fideszt, és mi azt gondoltuk, és ma is azt gondoljuk, hogy nem azért alapítottuk meg, mert elsősorban nekünk ez az ideológia tetszett, meg ilyen szelek fújtak, hanem mi tenni szerettünk volna ezért a városért, és ebben a politikai szervezetben láttuk azt a jövőt, ami talán még ma is tart, és azt gondolom, hogy ennek a városnak hasznára vált. Az itt eltöltött időt azt azt gondolom, hogy sokan ismerik és látják és tapasztalják de azt kell, hogy mondjam, hogy a a megyei és az országos politikába is részt vettem, hiszen voltam a Pest megyei közgyűlésnek is tagja, mint egy 12 évig, ebből 8 éven keresztül a gazdasági bizottság elnöke, a központi régiónak is voltam tagja, pénzügy miniszter úr delegált annak idején, és ott is igen komoly munkát végeztünk a fővárossal, az agglomerációval és a Pest emberekkel, hiszen ugye a főváros is Pest megye egy agglomeráció. Ahhoz, hogy ez a díjat én megkapjam, nagyon sokan segítettek ebben, nagyon sok munka van benne, és ugye, mint ahogy ön is említette, hogy megköszöntem sok embernek, és ezúton szeretném azoknak megköszönni, akiket nem tudok felsorolni, hiszen egy jó pályázatírás, ugye az sokat számít egy pályázat íron. Vagy éppen egy, hát hogy is mondjam, egy negatív bejegyzés, ami rólunk szól, az is sokat számít, hiszen ez az embert egy kicsit, hogy is mondjam, föl spirázza és végig gondolja, átgondolja, megnézi, hogy mi is van ebben a dologban, és igyekszik hát jó dolgokat kihozni ebből. Nem csak a Negatív dolgokból lehet tanulni, hanem a pozitív dolgokból is. Mindent ki kell értékelni, és hogyha ezek megvannak és rendben vannak, és az ember látja a pozitív visszajelzéseket, akkor úgy gondolom, hogy úgy, úgy érzi, és jól is teszi, ha ezt így érzi, hogy jó úton halad. Én úgy érzem, hogy ez a, ez a város az elmúlt 30 évben nagyon jó úton halad, és egy fontos dolgot szeretnék még kiemelni, hogy ennek a városnak szerintem az a szerencséje, hogy azonos érzelmű emberek irányították ezt a várost az elmúlt 30 év alatt. Ez alatt nem a politikai érzelemről beszélek, hanem arról az érzelemről, amely ide kötötte ezeket az embereket ehhez a városhoz, ehhez a településhez, és ezért a városért és településért tettek szabad idejükben nagyon sokat, és ezt mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hiszen ez vetett oda, hogy én Áder János javaslatára ezt a díjat megkaphattam.